A Proszavária és a Jobbik szombathelyi szervezetének sajtótájékoztatóján Molnár Miklós és Balassa Péter tudatta, hogy az októberi önkormányzati választáson közösen állítanak képviselőjelölteket. Balassa Péter elmondta, hogy továbbra sem enged jobboldali nemzeti elveiből és küzd az általa antidemokratikusnak vélt jelenlegi rendszer ellen. Civil, független politikára van szükség, amelyben szombathely a szombathelyeké, és nem párt érdekek érvényesülnek, hanem a városlakóké, emelték ki. Molnár Miklós azt hangsúlyozta, hogy a vária továbbra is a polgári konzervatív oldalt képviseli, és örömét fejezte ki, hogy ebben a jobbik is partnerséget vállal. Mint mondta, olyan jövőképet kell alkotni, amely meghatározza a város fejlődését a következő 5-10 évben. A sajtótájékoztatón bemutatták német László képviselőjelöltet, aki siketnémaként tagja az Oktatási és Szociális Bizottságnak. Az együttműködés résztvevői német László szerepvállalásával arra világítanak rá, hogy a segítés városában a fogyatékkal élőket is megilleti az az életminőség, amelyet az épek is élvezhetnek. A többi jelöltet várhatóan akkor mutatják be, amikor mindegyikük összegyűjtötte a szükséges számú ajánlást, és azt a választási bizottság jóváhagyta.